Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Domino Dájdők. Ebben a videómban Stephen J. Schneider 101 horrorfilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyvét fogom végiglapozni, beszélni róla egy keveset, és akkor egyúttal már azt is összeszámolom, hogy összesen hány filmet láttam ebből a 101-ből. Tartsatok velem! És akkor itt is van a 101 horrorfilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyv, amit Stephen J. Schneider szerkesztett, illetve jól tudom, akkor ő is írta, ő válogatta össze azokat a filmeket, amik ebben benne vannak. Azon persze igazából lehetne hosszasan elmélkedni, beszélgetni, vitázni, hogy vajon tényleg ez-e az a 101 horrorfilm, amit látnia kell az élete során mondjuk egy átlag filmnézőnek, vagy akár egy konkrét horrorrajongónak. Meg hát ugye ez a könyv, ha tudtom, már Magyarországon egyetlen egyszer jelent meg ez a példány, amit itt láttok, de külföldön többször is kiadták, több évben is, többféle borítóval, úgyhogy gondolom, hogy például a későbbi kiadások akár még tartalmilag is változtak, hiszen ugye ahogy telnek az évek, úgy jönnek újabb horrorfilmek, úgy kerülhetnek bele ebbe a könyvbe újabb horrorfilmek, és akkor azáltal ugye mivel mindig 101-nek kell lennie, a korábbiak közül ki kell belőle szedni egyet-kettőt. Szóval lehetne azon tényleg sokat beszélgetni, hogy tényleg ezzel az a 101 horrorfilm, amit látnunk kéne. Ez inkább szerintem ez a könyv, ez csak egy jópofa könyv, ami ad egyfajta útmutatót, vagy ajánlást, hogy mik azok a horrorfilmek, amiket érdemes megnézni. És aztán persze egyet lehet vele érteni, vagy sem, hogy vajon beleillik-e egy-egy film ebbe a könyvbe, ami benne van, vagy inkább, vagy nem. Itt a borítón például a Poltergeist látható, a gerincen a sikoly, a hátulja pedig a Rémálom az Elm utcában, illetve itt van néhány filmcím felsorolva azok közül, amik benne vannak ebbe a könyvbe. Ezt amúgy a Gabó kiadó adta ki 2009-ben, és külföldön azt hiszem, hogy 2010 akármikor is jelent már meg újabb változata ennek a kötetnek, és akkor van rajta egy külső védőborító, ami itt bal oldalon van egy leírás a könyvről, a jobb oldalon pedig a szerzőről, és akkor belül lesz teljesen üres, fehér, és akkor alatta ugyanaz látható, mint ami a külső borítón. Úgyhogy röviden igazából ennyi lenne erről a könyvről így a bemutatásképpen meg bevezetőről. Úgyhogy szerintem lapozzunk is bele, nézzük végig az egészet, hogy mi az a 101 horrorfilm, ami ebben benne van, és aztán közben mindegyiknél mondom, hogy melyik az, amit már láttam, melyik az, amelyiket még nem, és akkor a végére majd összeszámolom, hogy ebből a 101-ből én összesen mennyit láttam. Ez egy olyan könyv egyébként, amit nem a legkönnyebb kihajtani, úgyhogy csak óvatosan fogom lapozgatni. Úgyhogy akkor nézzük is. Itt van a címe, aztán megint a cím, illetve a szerző, még Gabó kiadó, valamint egy kép. És akkor a tartalomjegyzék, illetve az információk. Ugye a 2009-es ez a magyar kiadás, van benne egy előszó, aztán 1920-as évek előtt azt hiszem, hogy 19-től kezdődik, és aztán 2000-es évek utánig megy. Ugye mivel 2009-es könyvről van szó, ezért persze azt hiszem, hogy talán 2009-es film nincs is benne, csak azt megelőzőek. És akkor utána a végén még van mutató, meg a kötet szerzői, képjogok, köszöntnyilvánítás, meg ilyesmi. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Azt mondja, itt van egy előszó a 6.-7. oldalon, itt ugye Frankenstein látható. És aztán a 8.-9. oldalon már fejest is ugrunk a filmekbe. Legelőször is a Dr. Caligari 1919-ből. Ez úgy van fölépítve ez a könyv, hogy először is ott van magának a filmnek a pósztere, amiről szó van. Aztán pedig ugye itt van a cím, az évszám, aztán hogy melyik országból származik az adott film. Ott van az eredeti cím is, ami ugye nem feltétlenül az angol címet jelenti, de például ugye németül van odaírva. Aztán információk, mint rendező, producer, forgatókönyvíró, meg a szereplők, ilyesmi, operatőr, zene, szerző. Van némi leírás a filmről, meg információk.
aztán ha lapozok, akkor tovább folytatódik a leírás, illetve van még egy kép az adott filmből, tehát így van fölépítve mindegyik film, ami szerepel ebbe a könyvben négy oldalon keresztül. A Dr. Caligari az egy német, néma horrorfilm, amit még nem láttam soha. Aztán a következő az a Golem, Der Golem 1920-ból, szintén német film, és ezt se láttam még soha. A háttérből egyébként lehet, hogy hallhatjátok a kutyámnak a lihegését. Aztán ugye itt egy kép belőle. És aztán itt van a Nosferatu 1922-ből, ami szintén egy német néma horrorfilm, és ez az egyetlen néma film, amit valaha láttam, mert ez is már jó pár évvel ezelőtt, és nem azért nem néztem meg többet, mert hogy nem tetszett, igazából hangulatos volt, meg érdekes volt, szintén csak még egyelőre nem jutottam el odáig, hogy további néma filmeket nézzek, de van olyan, ami fel van írva a listámra, amit mindenféleképpen szeretnék majd beszerezni és megnézni. A Nosferatu az egyébként ugye a Dracula sztorit meséli el, csak más nevekkel. Aztán a Hexen, boszorkányok, svéd film 1922-ből. A feltüntetett magyar címek egyébként szerintem nem minden esetben a hivatalos magyar címek. Szerintem szimplán csak lelettek fordítva az eredeti címek, aztán kész. Aztán a The Phantom of the Opera, az Operaház Fantomia 1925-ből, de ez például egy olyan néma film, ami fel van írva a kívánság listámra. Ezt még nem láttam, de mindenféleképpen meg szeretném nézni. Dracula 1931-ből, ezt láttam, ez megvan Blu-ray-en, a teljes Dracula gyűjtemény, ez egy nagyon jó film, Lugosi Bélával a címszerepben. Itt látható ő, mint Dracula. M, egy város keresi a gyilkost. Hát most a német címet nem kísérlem meg felolvasni. Az a baj egyébként, hogy úgy látom, hogy az angol címet nem tüntetik fel. Na de hát mindegy, Peter Lorre főszereplésével, ezt még nem láttam. Frankenstein 1931-ből, egy klasszikus univerzál szörnyfilm a Draculához hasonlóan, ez is egy nagyon klassz darab, ez megvan szintén a teljes gyűjtemény Blu-ray-en, ezt láttam, jó film. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Dr. Jekyll és Mr. Hyde 31-ből, ezt nem láttam. Freaks, szörnyszülöttek 1932-ből, a Dracula rendezőjétől, Todd Browningtól, ezt nem láttam. Vampír 1932-ből, francia-német koprodukció, ezt sem láttam. White Zombie, a fehér zombi 1932-ből, Lugosi Bélával, nem láttam. De hát ugye ez a könyv ez nem csak arra jó, hogy ötleteket adjon, hogy ajánljon filmeket, amiket érdemes megnézni, hanem mellette egy klassz kis poszterkönyv, meg képeskönyv. Itt van Lugosi Béla. The Old Dark House, az öreg sötét ház 32-ből. Ezt nem láttam, de hallottam már róla, meg ennek van a remake-je is. Ja, egyébként ugye évszám szerint haladunk sorba. Úgy vannak benne a könyvben a filmek. Island of Lost Souls, elveszett lelkek szigete 32-ből. Úgy látom, hogy itt valamiért lemaradt a S betű a cím végéről, a többes szám. Ez pedig a... nem láttam a filmet, de ez az első Dr. Moreau szigete feldolgozás.
King Kong 1933-ból, ez egy nagyon jó King Kong film. Nagyon klassz effektekkel, arról meg lett csinálva. The Black Cat, a fekete macska, 1934-ből. Szintén Lugosi Béla van ebbe is, meg Boris Karloff. Nem láttam a filmet. Aztán Bride of Frankenstein, Frankenstein mennyasszony 1935-ből. Ez a Universal Frankenstein szériájának a második darabja. Ugye, amint mondtam, ebből megvan a teljes gyűjtemény, úgyhogy láttam az összes részt. Ez is egy jó darab. The Wolfman, a Farkasember 41-ből. A Universal Farkasember horrorfilmje. Ebből is megvan a teljes gyűjtemény, úgyhogy ezt is láttam az összes részt. Ez is egy nagyon jó film. Cat People, macska emberek 42-ből. Ezt nem láttam. Ebből is készült remake. De a remake-et sem láttam egyébként. Ez valahogy nem igazán keltette fel az érdeklődésemet. I Walked with a Zombie, zombit gondoztam, 43-ból, nem láttam. Diabolik, ördöngősök, 55-ből, itt a francia címet írja, de ennek úgy hiszem, hogy az angol címe az Diabolik, és ezt a filmet nem láttam. Csak a remake-et, és van azt is elég régen. The Bad Seed 56-ból, rossz vér, ezt nem láttam. The Curse of Frankenstein, Frankenstein átka, 1957-ből. Terence Fisher filmje, Peter Cushinggal főszerepben, ő játsza Frankenstein doktort, illetve Christopher Lee a teremtményt. Úgy emlékszem, hogy ez az első Frankenstein film a Hammernek a Frankenstein szériájában. Ezt láttam annak idején, de ez még egyelőre nincs meg. Eléggé össze-vissza haladok a Hammer filmeknek a beszerzéseivel, a Frankenstein filmekkel is például. Azt hiszem, hogy talán a második rész van meg Blu-ray-en egyelőre, meg a harmadik. De egyébként egy nagyon jó film ez is, nagyon klasszak ezek a Hammer Frankenstein filmek. Aztán Dracula, vagy másik címén Horror of Dracula 58-ból, ez pedig szintén a Hammertől az legelső Dracula film, amiben Christopher Lee játsza Dracula grófot. Illetve ebben is benne van Peter Cushing. Ez is egy nagyon jó film, viszont a Hammer Dracula szériájából egyelőre csak ezt az legelső filmet láttam. És egyelőre még egyik rész sincs meg. Sorba beszeretném majd őket szerezni. The Tingler, a Bizsergető 59-ből, Vincent Price főszereplésével. Ezt még nem láttam. Szemek arc nélkül, hát a francia címet nem kísérlem meg kiolvasni itt se, 59-es a film, és azt hiszem, hogy Eyes Without Face a angol cím. Nem láttam a filmet, de ismerem, hallottam már róla. Peeping Tom kameralás 1960-ból, Michael Powell-nak a filmje. Ezt láttam, ebből megvan a magyar DVD, és ez egyike a legelső horror filmeknek, amik lényegében a slasher alműfajhoz tartoznak, a slasher alműfaj kialakulásának egyik első állomásáról van szó. Ahogy ez a film is, a Psycho, Pszichó 1960-ból, Alfred Hitchcocknak a filmje. Nagyon jó horrorfilm, ezt láttam, megvan Blu-ray-en, és egyébként a folytatások is
egész jók, úgyhogy ajánlott szinte a teljes szériának a megtekintése. Anthony Perkins játssza Norman Bates karakterét, és a tévésorozat is jó volt. Aztán 1960-ból a Démon maszkja, olasz horrorfilm Mario Bava rendezésében, és itt is csak az olasz címet írja, az angol címet nem, de ez a Black Sunday, ami egy nagyon jó film, megvan belőle a fémdobozos Blu-ray az Arrow videótól. Barbara Steele főszereplésével, ilyen boszorkány, vámpír féleség. Aztán The Innocence, Ártatlanok 61-ből, ezt még nem láttam. Carnival of Souls, Lelkek karneválja 62-ből. Ezt a filmet láttam jó pár évvel ezelőtt, és ez egy nagyon hangulatos, nagyon klassz film szerintem. Mindenféleképpen érdemesnek tartom megnézni, és még egyelőre nincs meg a Blu-ray, de fel van írva a kívánságlistámra az angol kiadás, azt majd mindenféleképpen be akarom szerezni idővel. Whatever Happened to Baby Jane, mi történt Baby Jane-nel 62-ből, még nem láttam. Betty Davis és Joan Crawford főszereplésével. The Birds, Madarak, Alfred Hitchcock horrorfilmje 63-ból. Ez is egy nagyon klassz film, körülbelül 2 órás az első fele, az olyan, mintha egy romantikus filmet néznénk, aztán szépen lassan elszabadul a pokol, és aztán a második fele iszonyat izgalmas lesz. Megvan Blu-ray-en 2 különböző kiadásban is. The Haunting, a ház hideg szíve 1963-ból, Robert Wise filmje, és Shirley Jackson regényének első adaptációja, amivel pár éve a Netflixen volt tévésorozat, a The Haunting of Hill House, és ez egy nagyon jó film, ez is megvan Blu-ray-en, szerintem az egyik legjobb kísértett házas horrorfilm. Onibaba 64-ből japán film, ezt nem láttam. The Mask of the Red Death, a vörös halál állarca 64-ből Vincent Price főszereplésével, Roger Cormannek a filmje, nem láttam még. De Vincent Price-t egyébként kedvelem, mint színészt, van egy rakás jó filmje. Repulsion, iszonyat 65-ből Roman Polanskinek a filmje, nem láttam még. V 67-ből szovjet horror, nem láttam még. Aztán Farkasok órája 68-ból és Ingmar Bergmannak a filmje, de fogalmam sincs, hogy mi lehet az angol címben, nem írja. Nem láttam a filmet. Azért ugye elég nagy horror rajongónak tartom magam, meg horror gyűjtőnek, és azt én már jó pár filmnél azt mondtam ebbe a könyvbe, hogy nem láttam, ami persze egyáltalán nem probléma, vagy ilyesmi. Ugye kihez milyen filmek jutnak el, mire van lehetőség megnézni. Rosemary's Baby, Rosemary gyermeke 68-ból. Ez egy nagyon jó film, ezt láttam, Roman Polanskinek a filmje. De hát ugye pont ezért is jó ez a könyv, hogy ötleteket adjon, és aztán le lehet vadászni ezeket a filmeket, és szép sorjában meg lehet nézni, hogyha van hozzá kedvünk. The Devil Rides Out, az ördög kilovagol 68-ból. Azt hiszem ez a Hammernek a filmje, de még nem láttam. Christopher Lee is benne van többek között. Night of the Living Dead, az élő halottak éjszakája, George A. Romero-nak a 68-as zombis klasszikusa. Egy műfajteremtő horrorfilm, nagyon jó, megvan DVD-n is, Blu-ray-en is. A Holtak szériának a legelső darabja.
Valéria és a csodák hete, 70-ből csehszlovák film, nem tudom, hogy mi lehet az angol címben, nincs föltüntetve. Nem láttam a filmet. Egyébként biztos, hogy vannak ebben a könyvben olyan horrorfilmek, amiket valószínűleg soha nem fog megnézni, mert egyszerűen nem keltik fel az érdeklődésemet. The Abominable Dr. Fives, a förtelmes Dr. Fives 71-ből Vincent Price főszereplésével. Ez egy nagyon jó horror vígjáték, iszonyat jó a hangulata, nagyon jó a humora, két részes, mindkét részt láttam, mindkettő megvan Blu-ray-en, és nagyon sajnálom, hogy nem készült több folytatása. Vörös ajkak, belga, francia, német koprodukció 71-ből, nem tudom, hogy mi lehet az angol cím, ha bár itt a poszteren az van jó, hogy Daughters of Darkness, úgyhogy gondolom, hogy ez lehet, de még nem láttam, és a poszter alapján ez egy vámpírfilm. Elég rég olvastam már egyébként ezt a könyvet, ott kb. Akkor, amikor megvettem, és hát megjelenés után vettem meg nem sokkal. Azóta meg talán egyszer lapoztam végig pár évvel ezelőtt. Blackula 1972-ből, ugye ez a fekete Dracula feldolgozás. Nem láttam még, de ez is olyan, ami érdekel. The Last House on the Left, az utolsó ház balra, Wes Craven első horrorfilmje. Ez megvan Blu-ray-en két különböző példányban is. Nem tartom Craven legjobbjának, de érdemes megnézni. És akár a remake-et is. Don't Look Now, ne nézz vissza, 73-ból, Donald Sutherland főszereplésével. Még nem láttam Nicholas Roeg-nek a filmje. The Exorcist, az ördögűző, 73-ból, William Friedkinnek a filmje. William Peter Blatty-nek a regénye alapján, és ez egy nagyon jó ördögűzős, démonos horrorfilm. Az első rész még nincs meg, csak a második, meg a harmadik, de láttam az összes részt, meg a tévésorozatot is. Linda Blair megszállva. The Wicker Man, a vessző ember 73-ból. Christopher Lee főszereplésével, ezt a filmet még nem láttam, csak a remake-et, de azt is már jó pár évvel ezelőtt, és az nem tetszett. Death Dream, halálos álom, 74-ből. Bob Clark filmje, amit még nem láttam. Ő rendezte a Black Christmas-t is. The Texas Chainsaw Massacre, a texasi láncszerészes mészárlás, 74-ből. Tobe Hoopernek a klasszikus slashere, nagyon jó film, a bőrpofa első felbukkanása. Megvan Blu-ray-en is, DVD-n is. Aztán Profondo Rosso, Deep Red, mély vörös, 1975-ből, Dario Argento giallója, nagyszerű olasz horrorfilm, megvan Blu-ray-em. És ugye így sincs feltüntetve az angol cím, de ugye mivel ismerem a filmet, ezért tudom, hogy ugye Deep Red. És egyébként, hogyha már szóba került, ugye pár oldallal ezelőtt a Black Christmas, Bob Clark Dead Dream kapcsán, a Black Christmas bele sincs ebbe a könyvbe, pedig szerintem az simán beleillene. Na de mindegy. 75-ből Jaws, cápa, Steven Spielberg klasszikusa. Egy nagyszerű cápás horrorfilm, ez megvan Blu-ray-en is, DVD-en is. Véleményem szerint a legjobb cápás horrorfilm, sőt, talán a legjobb állatos horrorfilm. The Omen, Omen 76-ból Richard Donnernek a filmje. Nagyon jó horrorfilm. Ebben is az összes részt láttam, megvannak DVD-n. TV-sorozatot is láttam, de az nem tetszett különösebben.
Carrie 1976-ból, Brian De Palma klasszikusa, és Stephen King regénye alapján nagyon jó film. Nemrégiben rangsoroltam ezt a szériát a csatornámon, illetve bemutattam a Carrie gyűjteményemet is. Suspiria, Sóhajok 77-ből, Dario Argento boszorkányos horrorfilmje, fantasztikus film, nagyon jó a zenéje is, hangulata is, és érdemes megnézni ennek a folytatását is, az Infernót, illetve a remake-et is. Megvan Blu-ray-en, meg DVD-n is. Eraserhead, Radírfej 77-ből, David Lynch-nek a filmje, ezt még nem láttam. The Hills Have Eyes, Sziklák szeme 77-ből, Wes Cravennek a filmje. Slasher, sivatagos, hegyvidékes helyszínen játszódik, és az egész jó Wes Craven film, és a remake-et is érdemes megnézni. Dawn of the Dead, Holtak hajnala 78-ból, George A. Romero horrorfilmje, és ez ugye a Holtak szériából a második rész. Nagyon jó zombis horrorfilm. Ez megvan DVD-n, és előrendeltem az októberben megjelenő fantasztikus Blu-ray díszdobozt, ami Angliába lesz majd kapható. Halloween, a rémület éjszakája 78-ból, John Carpenter klasszikus slashere, Jamie Lee Curtis főszereplésével. Említettem már egyszer-kétszer korábbi videóimban, hogy a Halloween az a első számú kedvenc horrorfilmem, imádom ezt a filmet, megvan DVD-n is, Blu-ray-en is. Michael Myers legelső felbukkanása ebbe a filmbe volt. Nosferatu 79-ből, ez a remake, Klaus Kinski főszereplésével, ezt nem láttam. Phantasm, Fantasma 79-ből, Don Coscarelli-nek a filmje, ez egy nagyon jó horrorfilm, iszonyat jó a hangulata, és nagyon szimpatikusak a karakterek is, öt részes, mind az öt rész megvan Blu-ray-en. Ez egy olyan széria, amit tényleg érdemes végignézni mindegyik részt. The Brood, Porodjok 79-ből, David Cronenbergnek a filmje. Ezt láttam régebben egyszer, és ez tetszett. Cronenbergnek ez egy nagyon jó body horrorja, és rajta van a kívánság listámon, úgyhogy majd idővel ezt is beszerzem Blu-ray-en. Cannibal Holocaust, 1980-ból, Ruggero Deodato-nak a horrorfilmje, ja, olasz, hát körülbelül félig found footage horrorfilm, és ez egy nagyon jó, nagyon brutális darab, megvan DVD-n is, Blu-ray-en is. Friday the 13th, péntek 13, 1980-ból, klasszikus slasher, ugye ez az a széria, ami útjára indította Jason Voorhees-t és a kedvenc horror franchise-om. Megvan DVD-n is, meg Blu-ray-en is az első rész. A folytatások meg mind Blu-ray-en, illetve egy némelyik DVD-n is. The Shining, Ragyogás 1980-ból. Pár hónapja vettem meg a 4K-s díszdobozos kiadást Angliából, ez egy nagyon jó horrorfilm. Stanley Kubrick rendezésével, Jack Nicholson főszereplésével, Stephen King regénye alapján. Dress to Kill, Gyilkossághoz öltözve 1980-ból, Brian De Palma filmje, Michael Caine főszereplésével, illetve Nancy Ellennel. Ez a film, ez megvan Blu-ray-en az Ero videótól, nagyon klassz slasher. The Howling, üvöltés 1981-ből, Joe Dante-nek a farkasemberes horrorfilmje.
ami ugye megvan nekem Blu-ray-en, de nem igazán vagyok nagy rajongója ennek a filmnek, a folytatásokat azt meg aztán pláne, azok borzalmasak. A Pokol 7 kapuja 1981-ből Lucio Fulcinek a filmje, az angol címén The Beyond, ez megvan DVD-n, klassz zombis horrorfilm. An American Werewolf in London, egy amerikai farkasember Londonban 81-ből, megvan DVD-n is, Blu-ray-en is, nagyon jó farkasemberes horror vígjáték. Szerintem simán jobb, mint az üvöltés. Az átváltozás jelent, ez egyébként mindkét filmben nagyon jól meg lett csinálva. Poltergeist, kopogó szellem, Toby Hoopernek a filmje 82-ből, aminek Spielberg volt a producere, és hát állítólag a rendezésbe is beleszólt, de nem tudni pontosan, hogy milyen mértékben. A lényeg, hogy ez egy jó film, megvan Blu-ray-en. És egyébként a folytatásokat is érdemes megnézni. A remake az viszont már eléggé semmilyen lett. The Hunger, az éjség 83-ból Tony Scott filmje, ezt nem láttam. David Bowie-val. A Nightmare on Elm Street 84-ből Rémálom az Elm utcában Wes Cravennek a klasszikus slashere, amiben megismertük Freddy Kruegert. Egy nagyon jó horrorfilm. És itt látható Freddy Krueger Robert Englund alakításában. Reanimator, Reanimátor, az újraélesztő Stuart Gordon filmje. Jeffrey Combs és Barbara Crampton főszereplésével. Ez egy nagyon jó film az Empire Pictures-től. Zombis horror vígjáték, iszonyat jó effektekkel és jó pofa humorral. The Fly, a légy 86-ból, egyébként a Reanimator az megvan DVD-n és Blu-ray-en is, a Fly pedig Blu-ray-en, ez is egy nagyon jó film, David Cronenberg rendezésében, Jeff Goldblum főszereplésével, ez egy remake és iszonyat jó lett. Nem semmi effektekkel, ahogy az itt látható a képen. Henry, Portrait of a Serial Killer, Henry és sorozatgyilkos portréja 86-ból, ezt még nem láttam. De mindenhonnan azt hallom, hogy nagyon jó film. Evil Dead 2, Gonosz halott 2, 87-ből. Itt érdekes, az eredeti címnél lehagyták a kettest a végéről. És érdekes egyébként, hogy a második rész van benne. Szerintem az első rész az sokkal jobb. Jó, persze igaz, hogy a második rész az költségvetés szempontjából, meg rendezés szempontjából is talán jobb film, de nem tudom, nekem akkor is az első tetszik jobban. Megvan DVD-n. A Chinese Ghost Story, Szellem harcosok, hongkongi film 87-ből. Érdekes, hogy itt meg persze fel van tüntetve az angol cím zárójelesen. Nem láttam. Hellraiser 87-ből, ez megvan DVD-n és Blu-ray-en is. Clive Barkernek a filmje a saját regénye alapján. Nagyon jó film. Itt látható Pinhead, Doug Bradley alakította őt az első 8 részben. Nyomtalanul 88-ból, ez itt gondolom nem az angol cím lehet, ez a Spur Loose vagy micsoda, holland-francia film, nem láttam. Jacob's Ladder, Jakob Lajtorjája 90-ből, Tim Robbins főszereplésével. Ezt láttam ezt a filmet, de egyetlen egyszer régen, és igazából
nem nagyon volt rám nagy hatással. The Silence of the Lambs, a bárányok hallgatnak, 91-ből. Anthony Hopkins és Jodie Fosternek a filmje. Ők a főszereplők, Anthony Hopkins játsza Hannibal Lectert. Ja, Hannibal filmek, azok szerintem nagyon jók, a tévésorozat is jó lett. És ugye a Hopkins főszereplésével készült Hannibal filmek közül ez az első, de összességében ez már a második feldolgozása az eredeti regényeknek. Ja, Manhunter volt az első. Az emberevő Hannibal. Veled is megtörténhet, angol címet nem írja, Belgiumból, 92-ből. Nem láttam a filmet. Candyman, Kampógész, 92-ből. Clive Barker novellája alapján. Ez is egy nagyon jó film. Megvan DVD-n is, Blu-ray-en is. Tony Todd játssza a címszereplőt. Dracula, 92-ből. Ez megvan Blu-ray-en. Gary Oldman játssza a címszereplőt, de benne van még a filmben Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves is többek között, és Francis Ford Coppola rendezte ezt a filmet. Szerintem egy egész jó Dracula adaptáció lett. Dell'amore, dell'amore, az olasz cím, angol cím az pedig a Cemetery Man, illetve Dell'amore, dell'amoreként is használják még az angolban is. Ezt láttam jó régen, Michele Soavinak a filmje, és ez egy egész jó zombis horrorfilm, de még be kell szereznem Blu-ray-en. Scream, Sikoly, 1996-ból, Wes Cravennek a slashere. Ez is egy nagyon jó horrorfilm, és tök lassz, hogy nemrégiben bejelentették, hogy, hogy készül az ötödik rész, és visszatérnek az eredeti színészek. Ringu, a kör, Hideo Nakatának a filmje, ez ugye az eredeti japán, a kör, nagyon hangulatos horrorfilm, és ez megvan Blu-ray-en. Sajnos nem láttam még az összes részt a szériából, mert egyébként nagyon sok része van, de hát majd idővel, szép sorjába. The Blair Witch Project, Ideglelés, 99-ből. Ez egy nagyon jó found footage horrorfilm. Ez megvan DVD-n. Sajnos a harmadik részt azt egyelőre még nem láttam. The Sixth Sense, hatodik érzék, 99-ből, M. Night Shyamalan-nak a filmje, de Bruce Willis főszereplésével, ez is egy nagyon jó kísértett horrorfilm. Aztán a következő, az az Audition, vagyis magyar címén Meghallgatás, 99-ből, Takashi Miike-nek a filmje. Ez nincs meg, de láttam ezt a filmet már egy jó pár évvel ezelőtt. Elég brutális darab. Ördöggerinc, Guillermo del Toro-nak a filmje, és az angol címet nem írja itt, úgyhogy nem emlékszem, hogy mi az a eredeti angol cím. Mármint, hogy az angol cím az mi. Nem láttam a filmet egyébként. Más világ, The Others, ami egy spanyol-francia-amerikai koprodukció Nicole Kidman főszereplésével, ez egy nagyon jó kísértett horrorfilm, megvan DVD-n, annak idején moziba is láttam. És hát érdekes, hogy egyébként, hogy még ennél se tünteti fel az angol címet, pedig hát ez ugye angol nyelven lett forgatva, angol nyelvű színészek is vannak benne.
valamint angol anyanyelvű színészek is vannak benne, ugye Nicole Kidman. Aztán 28 Days Later, vagyis 28 nappal később Danny Boyle-nak a filmje, ami egy nagyon jó angol horrorfilm 2002-ből, ugye egy vírusról, ami elszabadul, és aztán mindenki megőrül tőle, és lényegében emberek megbonadulnak és rátámadnak a társaikra. Olyasmi, mintha egy zombi film lenne, de valójában nem az, tehát ebben a filmben nem zombik vannak, ezt nagyon sokan összetévesztik. Hosszan lehetne egyébként erről is diskurálni, hogy mi számít zombinak és mi nem. Aztán két nővér, hát az angol cím itt sincs itt, de A Tale of Two Sisters, ez egy nagyon jó dél-koreai kísértett horrorfilm 2003-ból, és ez megvan DVD-n, és a remake is egész jó, csak annak teljesen más a címe, The Uninvited. Magas feszültség, francia horrorfilm Alexandre Ajától, hogyha jól ejtem a nevét. Ezt láttam annak idején, és angol cím az High Tension, illetve azt hiszem, hogy Switchblade Romance címen is kiadták talán egy-két helyen. De hát ugye a High Tension az az eredeti, vagy az számít főcímnek. Nem egy rossz darab, de újra kéne néznem, már nagyon rég láttam, és egyébként a rendezőnek a későbbi filmjei mind jobban tetszettek, emlékeim szerint. Ju-on, a harag 3, 2003-ból, ami, hogyha jól sejtem, akkor ez itt el lett írva, Takashi Shimizu-nak a filmje. Ezt úgy emlékszem, hogy láttam, de egyébként annyira összevisszák ezek a Ju-on filmek, és nagyon sok van ezekből is, hogy nem igazán tudom, hogy melyik az, amit tényleg láttam, és melyiket nem. Azt hiszem, hogy volt a Ju-on, Ju-on 1-2, ugye ezek a két tévéfilm, és aztán elkészült a Ju-on The Grudge 1-2, amik még szintén a japán filmek, és szerintem ez a Ju-on The Grudge. És aztán ugye elkészült a The Grudge, ami meg az amerikai változat, és utána még elég sok további része készült. Úgyhogy nagyon összevisszák, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a filmet ezt pont láttam, de ez nem Harag 3, hanem ez a Harag. A Ju-on The Grudge az Harag címen jelent meg nálunk, és ez a harmadik film a szériában, az mondjuk igaz, de nem Ju-on 3 a címe. Saw fűrész, James Wan-nak a legelső horror filmje. Ő ugye manapság már egy nagyon nagy horror rendezőnek számít, és ugye nem csak horror filmeket csinál, ugye ő csinálta többek között például az Aquament is. És ez egy nagyon jó film. És már a 9. részét fogják bemutatni lassacskán, hogyha a vírus engedi. The Descent, a barlang 2005-ből. Ez is egy nagyon jó angol horrorfilm, ez megvan DVD-n. A folytatást is érdemes megnézni. Aztán The Orphanage, az árvaház 2007-ből, mexikói, spanyol horrorfilm, aminek Guillermo del Toro volt a producere. Ezt láttam jó pár évvel ezelőtt, de különösebben nem igazán tetszett. Nem mondom rossz filmek, csak nem igazán jött be nekem. És hát úgy látom, hogy ez volt, az Orphanage volt az 101. horrorfilm 2007-ből, tehát ez a 2009-ben megjelent kiadás, és 2007-ig vannak benne filmek, bár ugye Magyarországon jelent meg 2009-ben, nem tudom, hogy konkrétan ez a verzió külföldön. Mondjuk itt azt, hogy külföldön is 2009-ben jelent meg, úgyhogy ja, úgy látszik, hogy 2008-ból a szerző nem talált olyan horrorfilmet, amit érdemes lett volna belerakni. Nos hát, ez volna a 101 horrorfilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyv Stephen J. Schneidertől. Nem tudom, hogy jelenleg egyébként beszerezhető-e ez a könyv Magyarországon, mivel már elég rég megjelent, ezért szerintem
valószínűleg már nem kapható, vagy csak nem használtan, de külföldről frissebb kiadások beszerezhetőek, hogyha esetleg érdekel titeket. És remélhetőleg, hogyha még nincs meg nektek ez a könyv, vagy ha még nem láttátok, akkor esetlegesen most, így, hogy végiglapoztam, kaptatok egy-két ötletet, hogy mit érdemes megnézni. Hát ugye, mivel nem ismerem az összes horrorfilmet ebből a könyvből, ezért nem tudom rámondani azt 100%-osan, hogy tényleg érdemes megnézni az összes filmet ebből a könyvből, tehát ha már ajánlják, mint a 101 horrorfilm, amit tényleg látnia kell az embernek, mielőtt meghal, akkor valószínűleg azért csak érdemes megnézni őket. Jó párat láttam belőle, jó párat nem láttam belőle, és mint mondtam, valószínűleg van benne olyan, amit biztos, hogy nem nézek meg soha az életbe, de van benne olyan, amit még nem láttam, és biztos, hogy meg is fogok majd valamikor nézni, mert azért van benne olyan, ami érdekel, és még nem láttam. Úgyhogy, na akkor most gyorsan össze is számolom, hogy mennyit is láttam ebből a 101-ből. Na, gyorsan átlapoztam újra a könyvet, és összeszámoltam, hogy összesen hány filmet láttam a 101-ből, és hogyha minden igaz, akkor 61-et. Tehát több, mint a felét. Ami mégis szerintem nem egy rossz arány, főleg azt nézve, hogy igazából jó pár olyan film van benne, ami nem igazán érdekel, úgyhogy 61-et láttam belőle. Hozzászólásba írjátok meg, hogy nektek megvan-e ez a könyv, nektek tetszik-e ez a könyv, mit gondoltok róla, illetve hogy a 101 horrorfilmből, ami benne van, ti mennyit láttatok összesen, kíváncsi vagyok rá. És aztán, hogyha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon, minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. És hogyha szeretnétek írni bármiről, például a véleményeteket, vagy hogyha szeretnétek valamit kérdezni, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!